Salakszórók, Speedway, beszéljünk róla! Sziasztok, Boros Norbert vagyok! Szeretettel köszöntöm a vendégemet, a Józsikát, szia! Sziasztok, üdvözlöm hallgatók. Olvasta Olvastad el Zoltán önleiret rajzi könyvét, a Bajnok című kötetet? Őszinte leszek, miután én hagytam, én olyan szinten uh, kiléptem a sportból, hogy um, se egy GP-t, se egy, um, egy, uh, egy weblapot, uh, semmit nem néztem nagyon sokáig, úgyhogy le is vagyok maradva. Most az utolsó Debreceni versenyen voltam kint uh, a családdal, uh, és nekem ez a két és fél év, ez, ez totálisan kiesett. Na, akkor ajánlom figyelmedbe, az a cím, hogy a bajnok. Első kézből mondhatom, hogy egy nagyon jó olvasmány, hiszen én írtam, de fél a tréfával szeretnék belőle idézni egy, egy részt. Azt mondta a Dórián, hogy az egyedüli küskők, akire azt mondtam, hogy ő valójában akart, az Tabaka Józsika volt. Felvette a cipőjét, átsétált a Balaton utca legvégéről a Tégláskert utca elejére, becsengetett hozzám, és annyit mondott. Zoli bácsi, szeretnék motorozni. Mit csináljak? Egyedül jött, nem kézen fogva az apukájával, akivel egykoron együtt motoroztam. Ez a mentalitás segítette abban, hogy a maga szintjén sikeressé váljon. És lényegében az egyedüli ember volt abból a garnitúrából, aki később, ha meglátott a tepóban, nem csak intett, hanem odajött hozzám és megkérdezte, hogy vagyok. Mit tudsz -e ezt hozzáfűzni? Hát, ez tényleg így volt egyébként. Voltunk kint egy versenyen édesapámmal, és ugye én még akkor aktívan tollas és uh, mondtam, hogy szeretném ezt a sportot kipróbálni, és uh, ugye édesapám meg szüleim mondták, hogy uh, nem probléma, tehát kipróbáltam, intézem el magamnak. És uh, igazából én akkor ugye kiderítettem, hogy Zoli igazából ott lakik, és, uh, és tényleg, ahogy iskola után papucsba átsétáltam, és akkor tényleg ez így volt, hogy, hogy elmondtam neki, hogy én mit akarok, ő elmondta, hogy mit kell hozzá beszerezni. Ugye hazamentem, közvetítettem szüleimnek, hogy igazából itt csak pénzem múlik, máson nem. És, és, elkezdtem, és, és tényleg igazából, amit Zoli is mondott, hogy hál' Istennek az akarat az mindig meg volt bennem, és ugye tudtam, hogy mit akarok. Már fiatalkoromtól kezdve, és, és én azért tettem is. Voltam annyira kíváncsi, hogy Fórián Csillát, a nagyszerű tollaslabdázó, aki utána edző volt, megkérdeztem, hogy, hogy milyen tollaslabdázó voltál. És ő azt mondta, hogy nagyon-nagyon sajnálta, hogy abba a sportod, mert érzéked volt hozzá. Nagyon szerettem is a tollaslabdát egyébként. Ö, ö, jó, nem voltam egy, egy nagyon nagy játékos, ö országos szinten, itt a megyébe, meg itt a, a környező versenyeken úgy dobogók megvoltak, voltak, de egy pici úgy hiányzott, és igazából ezt találtam meg a, a salakmotorba, ezt a pici dolgot, hogy na, ugye tényleg egy sport jó, meg, meg, meg tényleg nagyon jó, Én azt mondom, mozgástanulás szempontjából a tollaslabda is tényleg remek volt, és nagyon sok mindent megtanultam, és nagyon jó alapot adott nekem akár a motorozáshoz is mert nem voltam tiszta béna mozgáskultúrával ellátva és csak azt éreztem attól a sabdában, hogy hogy én akarom, meg csinálnám de valami nincs, nincs meg uh -huh. és amikor elkezdtem ezt a motorozást igazából egy 5-10 edzés után én azt gondoltam, meg úgy éreztem, hogy az a plusz megvan és ugye utána abba fektettem inkább az energiát Hát, az, hogy hogy megvolt ez a plusz benned, azt szerintem nagyon jól mutatja, hogy minden idők legfiatalabb Debrecen nagy győztese lettél. Hiszen 19 éves még nem voltál, és mégis ott állhatál a dobogó legfelső fokán, augusztus 20-án. Milyen volt ez az időszak, ez a kezdeti év, az első sikerekig? Tényleg itt a, a szüleimnek, meg a családomnak óriási köszönet jár, mert euh, igazából ők látták azt, és hát, nagyon sokan meglátják ezt, de ők ö, ö, minden támogatást megadtak nekem ahhoz, hogy fiatalként, amikor nincs félelem érzet, nem aggódok a, a, úgymond az anyagiak miatt, ö, hanem tényleg csak arra koncentrálok, hogy elmegyek egy versenyre és ö, és megnyerjem, vagy, vagy fiatalként elmentem bármilyen versenyre, és csak azt láttam a szemem előtt, hogy én innen kupát akarok hazahozni. Az elején még mindegy volt, hogy egy-kettő vagy három, mert ugye kimentünk egy csomó versenyre, azt se tudtam, hogy ki kellem megyek. De utána, amikor már ugye megismertem a salakmotoros társadalmat, akkor már azért tudtam, hogy mit tudom én itt első helyre nem biztos, hogy van esélyem, de a dobogó meg tud lenni. Vagy elmentem és tudtam, hogy én itt van 5-6 azonos képességű versenyző, de viszont meg tudom nyerni, akkor, akkor úgy álltam mindig oda és, és úgy csináltam. És ebb ezekbe az időkbe ők rengeteg áldozatot tettek értem, mint anyagi, mind idő téren, és rengeteg versenyre jártunk. Nagyon sokat tudtam tanulni, és jó, hát jó sok sérülésem is volt, meg törésem, de ezeken mindig túl tudtunk lépni és és nagyon sokat tudtam fejlődni ebbe a én azt mondom, hogy 16-18 éves koromba. És tényleg a legmeglepőbb sikereket én azt gondolom, hogy akkor értem el. Igen, tehát igazából egy pályafutásnak az ad lendületet, hogyha jönnek az eredmények. És te pont akkor kerültél bele a sportákba, amikor az akkori nagyok már kezdtek kiöregedni, és fiatalon partiba tudtál lenni velük? Ez így van, ö, igen. Tehát én ugye akkor kezdtem el azért, amikor Magosi Norbi, meg, meg ö, Szatmári Lackó nem nem azt mondom, hogy a csúcson voltak, de még ők azért tényleg nemzetközi szinten is nagyon jók voltak. A subiek ők már kezdtek egy kicsit kifele menni, és ez nekem annyiból volt jó tényleg, hogy nagyon sokat tudtam tőlük tanulni, akár egy magyar bajnokin is nagyon komoly meccsek voltak, és de viszont annyira fel tudtam mindig fejlődni, hogy azért vagy a Simonen Wolfba, vagy utána ugye a Debrecen vagy a saját ö, csapatunkba, vagy Lengyel Ligába azért mindig be tudtam magam verekedni. Ö, sikerült ö, ugye brit szerződést kötnem és, és hál' Istennek mindig alapember lettem, és ez rengeteget dobott ö, tényleg a pályafutásomon. Említetted Magosit, vele igazából majd, hogy nem ilyen párhuzamosan futott a karrieretek, hiszen ő volt a legfőbb riválisod a bajnoki címek tekintetében. Volt valami konfliktus közöttetek, vagy mindig csak ilyen normális keretek között volt a rivalizálás? Hát mindenképp léptünk át határokat ő is én is, tehát ez az normális, azt nem mondanám teljesen annak. Neki is borult el az agya nekem is, és tényleg csináltunk olyanokat, amit tudólag. én már nem biztos, hogy megcsináltam volna, de ettől függetlenül mint emberi kapcsolatunk, én azt gondolom, hogy teljesen jó, meg ha találkozunk, beszélgetünk, tehát nem gondolom, hogy ö, lenne harag bármelyikünkbe, de egyértelműen, amikor ott voltunk a pályán, akkor hoztunk olyan döntéseket, amik, amik egy kicsit neccesek voltak. Amikor a másik a kórházba fejezte be a versenyt? Hát, így van, így van. Viszont a legnagyobb sikeredet vele párban érted el a páros Európa-bajnoki döntőben, másodikok lettetek. Igen, igen, az tényleg egy nagyon jó verseny volt pilába, úgyhogy az tényleg az, az, az egy olyan verseny volt, hogy neki is minden összejött, úgymond nekem is, és tényleg együtt csak a lengyelek tudtak minket megverni, úgyhogy az, az tényleg egy nagyon komoly eredmény volt. Melyik eredményekre vagy még büszke? Igazából nekem, amit magyar srácként a Brit Liga, ami nagyon nehéz volt. Ugye, amikor én leszerződtem oda, mindenki úgy óvra intett, hogy nagyon nehéz pályák vannak, nagyon nehéz szerelőt találni. Ugye nekem annak idején Lúgyi csinálta a blokkokat, és ott kint azok nem működtek, keresnem kellett Tunert, keresnem kellett kint szerelőt, kint csapatot, Tényleg össze kellett építenem egy, 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 egy tímet, mert amikor legelőször kimentem, vagy akkor égés volt, hogy nagyon hogy kimentem junior világbajnoki döntősként, és egy értelmes kört nem tudtam menni a pályán este annyit, mint az eső, és nagyon nehéz volt utána a következő évbe visszamenni. De a, ott is én azt gondolom, hogy annyiból volt szerencsém, hogy az Edinbórónál motoroztam, hogy látták bennem azért a potenciált, és nem azt mondták, hogy félrelöknek, hanem azt mondták, hogy gyere ki újra, de viszont mi segítünk neked szerelőt találni, mindenki kellett fizetni, segítünk neked tunelt keresni, ide vidd a motort, ezt csinálják, itt van egy szerelő, ezt vedd meg, amit ő mond, és én nekem ugye hogy nehéz volt, mert ugye rengeteg pénzt ki kellett adni, de viszont cserébe az első versenyemben maximumot csináltam. És akkor úgy minden két eloszlott, és uh, például ott uh, majdnem fél évig benne voltam a Premier League-nek a, a top 10 versenyzőjében a átlagot tekintve. Úgyhogy ez nekem egy borzasztó jó év volt, és uh, ott volt egy uh, olyan verseny, hogy Premier League Force, ahol a minden csapatból a legjobb négy uh, indulhat a versenyen, és például ott egy Max friket kiszorítottam a csapatból, mert én voltam a negyedik, és, és, azt ott megnyertük, és az egy óriási dolog volt, meg ott Peterboróban volt ez a verseny, rengeteg szurkolónk eljött, és ez egy nagyon nagy dolog volt, óriási dolog volt, meg ugye ott tudtam menni TV Sky meccses versenyeken is, ugye volt egy verseny, mikor a Wolverhampton meghívott vendégként, és a pool ellen mentünk, és akkor egy Chris Holder, Darcy volt finde volt a csapatársam, és az első futamban felborítottak, fejreálltam, és ott ugye olyan szabály van, hogy egy gumival lehet menni, és akkor jött Tyvefinde, és akkor szerelte nekem a kereket, meg Ó, tehát ez a, ez a Britliga, ez nekem egy óriási élmény volt, meg óriási lecke volt, nem csak a sport tekintetében, hanem mint, mint élettapasztalat is nagyon jó volt. És mi az, amit adott civil emberként? Neked az a britliga? Ugye én ott uh, úgy kerültem ki, mint uh, uh, te tanuló. Tehát ugye én 18 éves múltban, 19 éves voltam. Ugye magántanuló lettem, még ingyen volt, ugye az angol oktatás addig annyira nem érdekelt, és nem tudtam tanulni, majd gyorsan uh, uh, ugye fizetti magán hogy legalább valamire tanítson meg, mert ugye ez decemberben jött ez a brit szerződés, és szóltak, hogy februárban menni kell kifele. Úgyhogy két hónapon volt elsajátítani a, az angol tudásomat. És ugye e, én kikerültem Skóciába, ahol ugye megtudtam, hogy nem is angolul beszélnek. <laughs> csak néztem, mint, mint halaszatyorba. De úgy ott azonnal beroptak a mély vízből, mert szóltak, hogy ott a kifizetés nem kp be van, hanem csak Skót bank utalnak. Úgyhogy menni kellett Skót bank számlát csinálni, meg meg a tartózkodási engedély, minden. Tehát ott, ott nagyon belelendültem, meg belecsöppentem a való életbe, úgyhogy ott gyorsan önállónak kellett lenni. Lehet azt mondani, hogy ott váltál férfival? Hát mindenképp. Mindenképp. Már ugye csak azért is, mert, ahogy mondtam is, hogy az első éven borzasztó volt. Úgy kezdtem, hogy első edzésen mind a két motoromat rommát törtem. És amikor azért odamész egy bajnok esélyes csapathoz, mint ugye úgy beharangoztak, mint hogyha nem is tudom ki lennék, és ugye mivel hogy nem mentem még a, a, a Premier League-be, kaptam egy átlagot, amit a nemzetközi eredményeim alapján számoltak ki, és mondjuk a, a csapatunkban a legjobbnak volt 8,75 az átlaga, nekem oda tettek egy hetest, úgyhogy... Tehát a csapatban én voltam a második legjobb pontátlag úgy, hogy még egy kört nem mentem a pályán. És uh, ugye kipakolunk, és az első edzésen esek kettő olyat, hogy uh, alig tudtam hazamenni. Azért az önbizalmam nagyon oda lett, de igazából ebből is úgy felálltam, és uh, és nagyon sokat tanultam. Hányszor volt olyan, hogy haza akartál jönni? A britligából? Uh -huh. hogy feladod, inkább összepakolsz, és akkor... Vissza a um, Igazából az első évben, minden hétvégén, <laughs> minden verseny után, mert tényleg, amit úgy elmondtak nekem, hogy borzasztóak a pályák, mindig rossz idő van, esik az eső, éjszaka kell motorozni hidegbe, ez egy, egy grammot nem túloztak meg a musztak, hanem ez tényleg úgy volt, hogy euh, én, volt, én voltam, én kisepakoltam, hát szakad az eső, mondom, úgyse fogunk menni. Ehhez képest még boronálták fel fel a pályát, hogy még mélyebb legyen, hogy ne álljon meg a víz. És amikor már elkezdték melegíteni a motorokat, akkor már úgy én is elhittem, hogy tényleg itt verseny lesz, és, és volt is. És úf, brutális pályákon mentünk. Úgyhogy az első év az borzasztó nehéz volt. De ugye a másodiknál, amikor ez a új szerelő, új tuner, új garázs, adtak nagyon sok mindent helyi szponzorok mellé álltak, és láttam, hogy úgy bíznak bennem. Az az év az nagyon jó volt, azt imádtam minden percét. Az utolsó éven volt egy kicsit nehéz, akkor rengeteg versenyem volt, és ott nyár közepén volt egy, egy hullámvölgyem, ahol, amin úgy nehezen mentem keresztül, de igazából utána megint elkezdtek jönni az eredmények, és akkor évvégére megint nagyon jó volt. Csak ugye utána lett ez a Sípcsón, meg a sípcsont meg szárkapoccsont törésem a Premier League döntőbe. Úgyhogy az ott egy kicsit úgy visszavetett. Ez volt az a horrorisztikus bukás, nem? Igen, már most azóta feltették Youtube-ra, nem volt fenn nagyon sokáig. Most azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt már felrakták. Uh, igen, az uh, Nick morris azt hiszem, hogy megelőztem uh, belülről, Hát egy kicsit úgy keményen, mert vállal arrébb löktem, ez tény és való. És ő utánam az egyenesbe alá fordult, és neki ment a hátsó kerekemnek, ami miatt felegyenesedtem, és hát én ott a, a, a palánkot átszakítottam, és egy villanyoszlopnak neki mentem, úgyhogy ott, ott, ott volt baj azért. Azt lehet mondani, hogy ez a bukás azért megtörte a pályafutásodat? Mindenképp. Tehát az, az teljes mértékben, már csak azért is, mert e, e, ugye elmaradt a lagzim emiatt, rá két héten lett volna a lagzim. Klaudia azóta is emlegeti? Igen, igen. úgyhogy ez e, ugye az is egy kis fájó pont volt, meg inkább az, hogy ugye nagyon hosszú, annyi szerencsém volt, hogy a, a klub intézi ott nekünk a, a biztosításunkat, és e, ránk a, a leg komolyabb biztosítást kötötték. Emiatt nagyon jó ellátást kaptam, és azért nyílt sípcsont, meg szárkapocson töréssel már a műtét után másnap sétálnom kellett. Tehát nem tudom, hogy mit, vagy hogy csináltak, mert morfiumot kaptam, úgyhogy nekem ott kimaradt egy három-négy nap, hogy nincsen meg nagyon sok minden. Igazából már csak az, hogy műtét utáni másnap már sétálnom kellett, és nagyon jó ellátást kaptam, de így is azért egy, egy 6-7 hónap volt, mire felépültem, és ugye ott, ott hát hogy is mondjam, ott, én úgy fiatalon értem be, mert ugye már házasság előtt voltam, tehát már én azt gondolom, hogy volt úgy felelősségérzetem, és ugye volt időm gondolkodni, mert, mert mi más csináltam volna a rehabilitáció mellett. És én akkor az egyik barátomat megkerestem, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy vállalkozást, ahonnan ugye nem pénz is jön be, nem csak elfelem egy ilyenkor, mert azért, amikor egy salakmotoros fél évig, hét 8 hónapig nem keres egy forintot se, csak elfelemegy a pénz, úgy nehéz. És ugye akkor már más, hogy kezdtem el felfogni a dolgokat és utána hiába felépültem, ugye hallani is akartam egy időben olyan se lengyel ligáról, se angol ligáról, semmiről, csak itt a magyar versenyek, meg ez a horvát, szlovén, ugye ezeket erőltettem egy évig, és hát úgy nehéz volt. De utána ugye bosszantott, hogy nem úgy jönnek az eredmények, csak kéne a verseny úgyhogy elkezdtem csak elvállalgatni, ugye akkor jött már ez a Zsezsov lengyel liga, akkor már elkezdtek megkeresni újra a brit ligából, de oda abban már nem éreztem magam még késznek, hogy abba belevágjak, és ugye, csináltuk ezt a lengyel ligát, de kimentem edzésre, nem mentem rosszul, de nem hívtak, majd utána elhívtak egy lengyel ligárot, csináltam egy maximumot, majd alig tudta kifizetni, akkor megint nem, tehát ah, nehéz volt nagyon, és uh, úgy, úgy egy picit ebbe elfáradtam. Ez mikor volt év szerint? Hát én úgy gondolom, hogy 16-17, tehát ez már ugye a vége fele volt, tehát uh -huh. az utolsó előtti évenbe vagy talán az az előtti évben. Még a britligára visszatérve, Kik azok a versenyzők, akikkel ott kapcsolatba kerültél, vagy esetleg baráti viszonyt ápoltál? Én nagyon-nagyon jóba kerültem ott Max Frickkel, ugye vele nagyon, sokat, tehát vele nagyon sokat szereltünk motort, rengetegszer mentünk versenyre. Ugye pont volt ez a púli verseny, ahova a szerelőm nem tudott jönni, és én őt hívtam szerelőnek, és akkor jött nekem szerelni. Craig igen, neki tényleg a családjával is nagyon jóba lettünk, ő is tényleg egy nagyon jó srác, rengeteget segített uh, nekünk. Ryan Fisherrel is ugye motoroztam. Klaus Fissing, egy uh, műhelybe dolgoztunk, meg két házzal a réb. Vele nagyon sokat uh, bandáztunk együtt, meg jártunk. Uh, tényleg, ha nem volt verseny, akkor edzeni, meg ó, falat vászni, meg itt egy csomó helyre. Ő nagyon, tehát ő főleg Angliába élt egyébként, tehát neki az volt a fő bázisa, és úgy tudott mindent, meg, meg tényleg vele nagyon jó kapcsolatba voltunk. Ugye az esés után az morris Morisszal is úgy összehajárkodtunk egy kicsit, meg hát tényleg ez, ugye ezek brit versenyeken mindig, hogy este van, és akkor este tízre van vége, ugye ott hát, ugye elvárják, meg szinte kötelező menni a verseny után a pubba, a szurkolókkal, beszélgetni kicsit a szponzorokkal. És ugye nagyon sokszor későn indulunk el a versenyről, 11 évfél És nagyon sokszor, ugye, már mi van nyitva, csak gyors étterem, most nem fogok mondani neveket, de gyors étterem. És ugye rengetegszer volt olyan, hogy mentünk mondjuk felfel, Angliából, Skócia fele, megálltunk, és hogy Tájvófindennel találkoztunk, és akkor beszélgettünk vele. Vagy, vagy, tényleg olyan GP menőkkel, akik, akik, már most ugye GP menők, akkor még nem voltak. Maciej Janoszki például, hát, hát tök jó volt amúgy. Tök jó volt, és a Lengyel Ligád is, főleg Krakóban. Hiszen ott is közönségkedvenc voltál. Igen, igen. Krakót eh, én meghívtak eh, egy, egy meghívásos versenyre. Ugye amikor iskolában elkezdődött ez a, az első liga, ugye lenyomtuk azt az évet, de ott, hát én nagyon sajnálom, de ugye voltak problémák, és ugye muszáj volt. Ugye én akkor úgy éreztem, hogy karrieremnek az addigi csúcsán vagyok, és muszáj valamit lépnem, mert uh, szeretnék tovább fejlődni és akkor jött egy ilyen krakói megkeresés, én oda alá is írtam. Tényleg én azt mondom, hogy elég jó szerződést tudtam kötni, és így ugye nagy elánnal, meg, meg harci szellemmel mentem oda. És ugye ezt a szurkolók, én azt gondolom, hogy mert ugye voltak nálam azért jobb versenyzők ott, Kenny Larsen, Mackey, Corneliusen, akik ugye nagyon nagy pénzért mentek ott, jól is mentek, de tehát hogy is fejezzem ki magam, tehát nem akarok én senkit megbántani, de valamilyen szinten ugye ilyen zsoldosok voltak, hogy eljöttek, megcsinálták a maguk dolgát, összepakoltak, felvették a lóvét, elmentek. Én meg lehet, hogy egy versenyen nem csináltam 13-14 pontot, csak 10 vagy, vagy 8-at, hogyha olyan volt, 12-14-et lényegtelen, de viszont én nekem abban minden pontban minden benne volt, tehát én ott tettem magam és utolsó pillanatig küzdöttem és ők ezt látták, hogy amikor azért utolsó méteren tudok egyet előzni, vagy végig addig ott vagyok a, a másik hátsójában, mi meg nem hibáztatom, és tudok egy-egy pontot nyerni azt láttam, hogy ez nekik sokkal többet jelentett és igen két évben is úgy megválasztottak az év és és nagyon szerettem ott lenni csak sajnos ott is ugye ez a anyagi dolog utolérte őket a, második év felétől. És amikor ugye úgy indulunk el Debrecenből, hogy most kifizetnek, vagy nem fizetnek, vagy az utolsó négy verseny ki tudjátok-e fizetni, vagy nem tudjátok kifizetni, akkor az úgy megmérgezi ezt az egészet. Viszont volt, ami feldobta a krokkói szereplésre, például amikor megveheted az éppen aktuális világbajnokot. Igen. Igen, volt egy polgármesterkupa, az az első éven végén volt, és ugye ők ö, ilyenkor ezt úgy csinálják, hogy csinálnak egy nagy versenyt, ugye nézők is legyenek, a város támogatja egy kicsit a versenyt, és úgy csinálják, hogy odahívnak azért négy-öt sztárt, hogy legyen neves versenyző, a csapatból kiszedik mondjuk a legjobb ötöt, meg öt olyan embert odahívnak, akik mondjuk lehetséges jövő évi versenyző lehet. És ugye amikor én megláttam a mezőnyt, akkor én. Tehát eleve nekünk pénteken volt egy házi verseny, hogy egyáltalán indulhatunk-e a versenyen. Tehát aki külföldi oda jött, és nem úgy ment, az például beseradták a versenyre. Úgyhogy nekünk ugye ott még menni kellett egyet. De szerintem az a verseny is nagyon jól sikerült, és harmadik tudtam lenni, és tényleg Greg meg tudtam verni meg ó, a Kárpov ugye ő akkor nagyon jól ment első ligába uh -huh. és ő volt a csapat egyik kiszemeltje őt is meg tudtam verni ott úgyhogy azt tényleg ez egy jó verseny volt és ugye hogy ne cáfoljam meg magam ahogy lement a verseny már hozták a kitöltött szerződést hogy akkor a jövő évre írjuk alá uh -huh. úgyhogy mindenek előtt még meg nem keres más és ugye utána alá is írtam, mert tényleg az az év, az, nagyon jó volt rakó. Pont most gondolkozgattam, meg beszélgettem szurkolókkal, hogy most újra vannak Európa bajnoki, világbajnoki kvalifikációs versenyek, és igazából te voltál az az utolsó versenyző, aki valamilyen szinten reális eséllyel állt oda, hogy, hogy tovább tud lépni egy, egy Magyarország egy Debreceni versenyen. Amikor te indultál mondjuk egy SZEG kvalifikáción vagy Grand Prix kvalifikáción, mennyire érezted a nyomást hazai pályán? Hazai pályán mindig volt, már csak azért is, mert uh, úgy, én sose szerettem ezt a népszerűsködést igazából, és ugye azért hazai versenyek előtt mindig menni kellett ide-oda, meg kellett jelenni, és nekem ez úgy mindig kicsit teher volt. Én sokkal jobban szerettem, hogyha kint volt verseny pont nem is tudom, 16 vagy 17 éves lettem 18, át, én 17 körülbelül, és volt egy elbéselejtező vov Wolfba, és akkor tök jó volt előző a oda mentünk, nyugodtan pihentem, kimentünk a versenyre, és három futam után vezettem a versenyt, és ugye utána én akkor még úgy jó fiatalként azért a, a nagy neveket tudtam meg, hogy ott volt Sebastian Ulamek, és és majdnem meg tudtam verni, mert négy körön keresztül toltam magam előtt, mert gyorsabb voltam nála, de annyira rutinos volt, egyszer nem tudtam megelőzni. Őt azért ismertem, de ugye utána, amikor úgy belecsöppentem jobban, és egyre több ligára mentem, és azért megláttam, hogy például wolf megvertem három első ligást, meg akkor négy második ligást, akik már a lengyel ligában jóval előttem voltak rangsorolva, utána az úgy adott nekem egy rengeteg önbizalmat, és nekem ezek a SEC meg GP kvalifikációk úgy mindig egy kicsit prioritást élveztek, mert jó anyagiakban nem voltak jók, mert nem lehet összehasonlítani egy ligával, de viszont ha mondjuk egy selejtezőt csak megcsinálok, és akkor bejutok az elődöntőbe, ott azért más szaligás versenyzőkkel megyek, akiktől lehet, hogy csak egy apróságot tudok elnézni, az lehet az én karrieremben egy, egy nagyon nagy lökés tud lenni például. Annyira visszafogott vagy most is, meg igazából a, a, amikor versenyeztél, akkor is az voltál. Éppen ezért rettenetesen érdekel, hogyha megnyertél egy versenyt, mi játszódott le benned? Vagy hogy örültél, vagy hogy ünnepeltél? Uh -huh. Ünneplés sose volt igazából. nem Ugye az a salakmot, meg igazából minden sport olyan, hogy amikor megcsinálod, megéled, az a nap az úgy szuper adrenalin, úgy nehezen alszik el az ember, úgy de jó verseny volt azért visszagondoló, hogy tényleg ez, ez jó volt, meg minden. De ugye másnap fel kell nap van új célnal, tehát nem, nem ragadhatsz meg a múltba, mert uh, utána az vagy elvonja a figyelmedet, és nem, utána nem fognak jönni az eredmények. Úgyhogy nekem sose volt ilyen, hogy most. Megnyertem egy versenyt, és elmegyünk bulizni, vagy valami. Talán mikor a Premier League-et, vagy ezt a Premier league ezt a Force-versenyt megnyertük, hát akkor elmentünk egy papba, és akkor megittunk egy sörde. Én akkor se úgy ünnepeltem, mint mondjuk mások, mert én tudtam, hogy jó, ez csütörtökön, vagy kedden volt az a verseny, de tudtam, hogy csütörtökön már lesz. És hát voltak olyanok, akik még szerdán sem voltak ütőképesek de én nem, valahogy nem éreztem, hogy nekem erre szükségem van. Ebbe a, csak a személyiség egy játszik közre, vagy az, hogy, hogy pályafutásod elején még tanultál, utána pedig azért, amíg nem volt saját vállalkozásod, addig édesapádnál dolgoztál a motorozás mellett, utána jött a saját vállalkozás. Tehát az, hogy mindig volt párhuzamosan valami a motorozás mellett, ez közre játszott ebben? Nem kizárt, igen. Tehát, igen végül is, igen. mert eh, pontosan tudtam, hogy mindegy, hogy milyen verseny vagy, mindegy, hogy hol vagyok pont, tehát mindig van másnap dolgom, tehát eh, nagyon kevés eh, szabadidőm volt. Uh -huh. Hát akkor viszont volt szabadidő, de amikor a kórházban kellett lenned, elég sok sérülésed volt a pályafutásod során. Ezeket hogy élted meg? Igen, pont ilyen Sanyival beszéltünk múlt héten, eh, és eh, Na, őt nem lehet megelőzni ebben a nem, ]ben. Őt lehetetlen, igen. <laughs> <laughs> a Petráikkal beszélgettünk, és így, e, úgy szóba jöttek a sérülések, és ugye ők úgy nagyon hallgattak, meg, meg, meg úgy nem nagyon volt, és úgy elkezdtünk beszélgetni, hogy ültélek, hát még ez is el volt törve, az is el volt, ú, meg itt is műtöttek, meg ott is, és úgy elkezdtem úgy számolgatni, e, miközben Subi mondta a monológot, és a 15 év motorozásomba egy év volt, amikor nem volt tehát törésem, vagy műtétem. Jó, az úzódásom, meg bőrlement, meg, meg prezúr, meg tetanusz, az mindig volt, de 14 évet úgy csináltam meg, hogy törésem, és műtétem volt. Úgyhogy igen, sok volt nagy. Egyszer azt nyilatkoztad nekem, hogy eleinte még gyerekként féltél az orvosoktól, utána ez megváltozott valami, <gül> <szinten>. <gül> igen, igen te ú, uh, tehát egy inekció nálam, hát, az, az még majdnem, tehát óvodás, vagy kisiskolásként le kellett fogni. Tehát olyan szinten voltam betolva, hát, Igen, mint most a gyerekeim, körülbelül olyan voltam. De tehát tényleg utána, amikor 17-18 éves voltam, és ugye akkor már megvoltak a célja, és menni kellett, és csinálni kellett. Simán volt olyan, hogy ö, bementem a kenézibe, a törött kézzel bevezettem. Megnézték, mondták, hogy hát ez nem csak gipsz, hanem ezt azonnal műteni kéne, mert borzasztó rossz helyen van eltörve. És én csak simán felhívtam akkor még barátnőmet, hogy hozzám már belégy szíves törölközőt, pizsomát, egy papucsot, meg tusfürdőt, mert nem sokára műtenek, már most megyek az előkészítőbe. És akkor azt hitt, hogy hülyéskedik, de én azt félesen komolyan mondtam neki, mert Hát én valahogy sejtettem, hogy ez lesz, mert nagyon rosszul állt a kezem, és euh, tényleg már jöhet bármi. Már akkor most ebből a interjúból idézek. Karrierem során két csuklóm hatszor, a kulcscsontom négyszer tölt el, de a lapockám, a farok, a medence, a síp és a szárkapos a bokám, az ujjam, illetve a vállam is sérült. Emellett volt tüdőleszakadásom, vádlégésem, és a sok agyrázkodásom már nem is emlékszem tisztán. Kimaradt valami? <laughs> Nem. Egy talán egy új törés még, annyi. <laughs> Hú, amikor Miskolcon átment rajtad valaki, az nagyon durva volt, az amíg a hírekbe is bekerültél. Igen, igen. Az, az, nehéz volt, de igazából az... Abból egyébként felépültem egy két hét alatt. Ott inkább az volt a probléma, hogy ugye intenzív osztályra kerültem, és ott egyes estém az kritikus volt, és inkább azt volt nehéz feldolgozni. Hogy az, ott, akkor szakadt le a tüdőd? Igen. Hogy ott ö, ugye nem, én, nem az én, meg nem a, az orvosok, meg, meg nem a, a szeretteim kezébe van a sorsom, hanem ott, ö, ott, ott valami más segített. Ilyenkor nagyon elgondolkozik az ember? Öm, hát amikor az intenzíven feküdtem, ugye bejöttek oda a szüleim egy pár percre csak, akkor mondtam nekik, hogy mire hazamegyek, mindent adjanak el. Utána kikerültem az intenzívről csak őrzőbe, egy két nap múlva, akkor kérdeztem aput, hogy ugyan megvan még minden. Tehát akkor egy két napig tartott igazából. De ő szerintem gondolta, hogy nem tartott sokáig ez az elhatározásod. Biztos vagyok benne, mert minden úgy volt, ahogy, ahogy kipakoltak, úgyhogy nem, nem foglalkozott velem. Mikor ültél utoljára a salakmotoron? A Debreceni Európa bajnokságon utoljára. Ez 2018. április 28-án volt. Uh -huh. Emlékszem magára a versenyre? Nem, hát, emlékszem. <laughs> Nem vagy boldog tőle. Nem, ez egy nehéz hétvége volt, inkább úgymond. Miért döntöttél úgy, hogy akkor ott vége? Hát igazából, hogy amikor Megteszel mindent, pénzt, energiát. Ugye mindent beletettünk a pályába, saját zsebből finanszíroztunk nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. És olyan külső tényezők hátráltatnak, meg, meg, meg keresztbe tesznek, amit most már azért te is látsz, hogy, hogy azért mi van itt a háttérbe és uh, ugye eljön egy verseny már hulla fáradt vagyok, mire elkezdődik a verseny, agyilag fizikálisan minden tekintetbe. és úgy még nem is sikerült rosszul, hogy az első két futam, mert uh, elég jó pontokat csináltam, meg volt a tempom, de amikor fejben nem vagyok ott, és ugye ágon magam, nem bírtam folytatni a versenyt megzúzódott a, a, a lábam, a medencém, meg a vállam és uh, ugye utána csak a, a bántást kaptam, meg, meg, tehát olyan dolgokat, amit én azt gondolom, hogy nem ugye hogy sportoló, de senki nem érdemel meg, akkor úgy elgondolkodik, hogy kell ez nekem egyáltalán, hogy uh, semmiért törjem össze magam. Tehát. Ez amúgy hirtelen döntés volt, vagy már érelődött benned? Mm, ugye mint, tehát, amikor nem jönnek az eredmények, meg úgy fárasztó, meg olyan döcögős minden, akkor ugye persze az ember fejében megfordul minden, hogy befejezem, de ott van mondjuk egy magas Norbi, aki még most aktívan csinálja, én biztos vagyok benne, hogy ő is havonta gondolkodik ezen, de amikor jön egy verseny, akkor ugyanúgy felkészül, meg, meg csinálja a dolgát, teszi a dolgát, és amikor ott van a pályán, biztos vagyok benne, hogy a töltelhetőt mindig megteszi, tehát én is ezzel ugyanígy voltam, de... Tehát mindenképp ez egy, ez egy hirtelen elhatározás volt, és ö, ö, tehát én még utána másnap is felkeltem, lemostam a motorokat, rendbe raktam, ö, tehát úgy készültem, hogy én, én csinálom tovább, de ugye utána, amit interneten, meg telefonon, meg mindenhol kaptam, hétfőn mondtam, hogy jó, ez nem, ez nem kell nekem. És akkor mint hogyha bezártál egy könyvet, mint ahogy a beszélgetés elején mondtad, ott teljesen megszakadt valami. Így van, ez teljesen utána, hát mint egy dohányos, aki egy le leteszi a cigit körülbelül, ezt úgy tudom ö, hasonlítani. És és így is volt tényleg, hogy, hogy teljes mértékben minden garázs bezártam, motorokat elraktam, letakartam, és, és semmi. Tehát nagyon sokáig nem is, én nem is tudom, szerintem egy évig a tehát motorozásról sem beszéltem meg, nem is találkoztam azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk előtte minden nap beszéltünk ezzel a, ez a sportról, vagy ezzel a sport által. És én ott teljesen. Elvonási tüneteid voltak? Hát mivel így, hogy rossz szájízzel váltam el, nem. Ö a sport az hiányzott mindenképp, de igazából megtaláltam úgy másba. Most ugyanúgy sportolok, meg csinálom a dolgomat, úgyhogy úgy, úgy, lefoglalom magam. De egyértelmű, tehát most hát egy másfél évig, mondom, rá sem nyitottam a motorokra, még nem is érdekelt. Most adtam el úgy el a cuccaimat és ugye másfél év után csak beindítottam, hogy egyáltalán működnek-e még, vagy, vagy mi van velük. És hát akkor nem érezted azt, hogy le kellene ülni? Brutál jó volt, meg, <laughs> meg azonnal ször felállt, meg átremegett átreme minden belső szervem. Nagyon jó volt, de de nem, Már most engedtem. És este, amikor lefeküdtél, nem gondolkoztál el, hogy csak... Vissza... úgy látom, amúgy súlyfeleság nincs rajta, tehát akármikor vissza tudnál ülni a motorra. Nem, hál' Istennek a kondimban nincsen semmi probléma, de e, nem. most nincs az a hát nem is tudom jó, nincs az a pénz, de tehát nincs, nincs már bennem semmilyen motiváció, vagy, vagy késztetés, hogy nekem ezt csinálnom kéne. De hobbi szinten se? Csak a hát... magad szórakoztatására? Én az a baj, hogy ebbe a sarokmotorba is azért maximalista voltam, és ezt azért hobbi szinten nem lehet csinálni úgy, hogy most kimegyek, pötyögök, meg, meg fél gázzal, meg negyed gázzal, meg na, hop, most sikerült befordulni, tehát ez nekem nem. nem, Tehát vagy maximálisan oda tenni, készülni, csinálni, mindent oda tenni, vagy sehogy család mit szólt hozzá, amikor azt mondtad, hogy, hogy ennyi volt? Tehát azok után, hogy azért valójában őszintén szenvedtek ők is a sok sérülésed miatt. Én azt láttam rajtuk, hogy valamilyen szinten egy megkönnyebbülés, de nekik sokkal nehezebb volt, én úgy gondolom, elfogadni ezt, hogy egyik pillanatra a másikra, tehát ugye én mert életemnek több, mint a felét erre áldoztam azért, és még egy évvel utána is kérdezgették, hogy de biztos nem hiányzik, nem akarok felülni, nem akarok. És ugye még majdnem, hogy ők győzködtek, hogy, hogy az nekem hiányzik, pedig nem, és, és nekik úgy nehezebb volt ezt szerintem elfogadni, mint, mint nekem. Sok versenyzőnél azt látni, illetve tanulónál azt látni, hogy az édesapa jobban akarja a sportágat, mint, mint maga a gyerek. Viszont nálad pont fordítva volt, mindannak ellenére, hogy édesapád is versenyzett. Tehát ő mennyire befolyásolta amúgy a karriered? Um, hát ugye a legelején úgy kezdődött, hogy ő azt mondta első körben, hogy nem. Beszélj anyáddal, és akkor beszéltem anyával, és akkor euh, ő általa kezdtem el, mert mondta, hogy persze próbáljam ki, hát most miért ne? Egy utólag, mások évre visszamenőleg ez a mérne, nagyon súlyos ára volt. <gül> <gül> Úgy ebbe benne volt, ebbe a sportba, pontosan látta, hogy mit tud adni, mit tud elvenni. Nekem hála Istennek sikerült egy magasabb szinten csinálnom, és én azt gondolom, hogy azért tehát nem bánta meg egy percig se, meg biztos vagyok benne, hogy büszke rám, meg ő is szeretett ott lenni a versenyeken, mert Rengeteg versenyemre elkísért. Volt olyan, hogy kint volt velem több hétig, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ő sem bánta meg ezt a dolgot. De mindenképpen én, én sokkal, sokkal jobban akartam, mint ő. Gondolom azért, tehát egy Japánnál az szerintem óriási büszkeség, hogyha a fiatal nő rajta és azért te a bajnoki címeiddel, a Debrecen nagydíj győzelmeiddel, a páros LB érmeddel, meg Beckel is szereztél érmeket, azért, azért elég szépen túllicitáltad édesapádat. Mm, igen, ebben a sportban ez, ez, sikerült, és én biztos vagyok benne, hogy ö, mondjuk ez sose fordult meg a fejünkbe, meg ö, tehát, hogy, hogy túlnőjek túl rajta, vagy ilyesmi, tehát ez, Percig sem volt közöttünk ö, 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 dolog. De tehát igazából úgy az én sikerem az övé is, mert ö, ha ők nincsenek mellettem a, a testvéreimmel, édesanyámmal most már a feleségemmel, akkor ö, közel nem tudtam volna én eredményeket elérni. Nem titok, hogy után befejezted, azért ö, mi tartottuk úgymond a kapcsolatot, beszéltünk egyszer-kétszer, és akkor is mondtad, hogy te nagyon elzárkózol az egész salakmotorozástól, viszont egyszer nagy-nagy örömömre azt mondtad, hogy igen, most kijössz a versenyre. Azt hiszem tavaly volt először. Igen. Milyen érzés volt újra lelátó lenni? Mm, borzasztó nehéz. Én azt gondoltam, hogy sokkal könnyebb lesz, meg nem fog úgy, úgy fel ö, zaklatni, de azért a startnál ott, ott a púzusom az egekbe volt, nagyon beleéltem magam, meg egyszer-kétszer még el is rajtoltam ott a lelátón. Kicsit úgy felkaró volt, úgyhogy utána megint egy ideig nem mentem ki, de már most az utolsó versenyen, az már most sokkal lazábban ültem ott. Persze, mert a gyerek ott volt a kezedben. Igen, és altattam, igen. Mert a negyedik futam után elaludt, és a huszadikba kelt fel. Addig annyira nem volt az <laughs> Igen, ugye jó verseny volt. És de tényleg az a szem augusztus 20 volt, de az, az úgy nehéz volt egy kicsit. És ha már Józsika belesze itt a, a legkisebb Józsika beleszagolt itt a, a metalonos, salakos levegőbe. Mi lesz akkor, hogyha azt mondja, hogy apa, szeretném kipróbálni? Hát nem gondolom, hogy, hogy fogom engedni, tehát Menj anyához! Menj anyához, igen. És Claudia mit fog mondani? Én biztos, hogy nem. <laughs> <laughs> nem, hát nagyon szeretném, hogy ez a sport éljen tovább, meg, meg fejlődjön, és legyen benne tényleg jövőkép, meg éljen tovább. De hát aki ezt választja, annak fel kell kötni a gatyát, mert elég nehéz. És ugye én azt látom, hogy még mi is hál' Istennek anyagilag, meg, meg minden, mindenhogy bírtuk, de hogy az ember olyan eredményeket érjen el, és olyan szinten csinálja, ahogy, ahogy ezt, ezt megéri, és tényleg van értelme, tehát az, az rengeteg pénz és energia, mert még azt mondom, hogy mi is kis halak voltunk. Hál' tudtunk elég jó eredményeket elérni, de tényleg amikor a, a, a Britligába én odaálltam, tehát több, mi is több tízmillióval, kocsi, két motor, felszerelés, tuner, szerelő, heten terepülni, nagyon sok pénzt felemésztett, de amikor oda mentem egy tényleg egy elitligára, és azt láttam, hogy a, amit mi belefektettünk pénzt, annak a 10-15-20 szorosát fekteti bele a másik versenyző, és én oda megyek egy versenyre három blokkal, ami tehát volt négy motorom, meg hat blokkom, ami, ami azért magyar viszonylatban nagyon jó, és, és tényleg nem panaszkodás. De amikor oda megyünk egy elitligára, vagy akár egy első ligára, és akkor meglátom, hogy három motor bekészítve a buszba, meg öt motor még fent a, 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 a buszba előkészítve, és akkor megnézik, hogy milyen motor kell erre a pályára. Azért nagyon nehéz felvenni a, a versenyt, hiába akar az ember, meg, meg küzd, meg bevállal nagyon sok dolgot sérülése cserébe. Úgyhogy... Tehát én látom azért, hogy ebben mennyi pénzt kéne még beletenni, és én arra nem látok azért reális esélyt, hogy ilyen szponzori hátterekkel, meg ilyen támogatásokkal ezt meg lehet oldani. Nagyon érdekes volt, a múltkor mesélted, hogy igazából már annyira nem salakmotorosnak tartod magad, hogy oda mentek hozzá, hogy készítsenek egy közös fotót, és elgondolkoztál, hogy miért akarják igen. ezt tőled. Igen, te, te is meglettél, hogy ide hívtam most, mert én ebből már nagyon el, na, kizökkentem, és, és ugye nem is szoktam már ilyenekről beszélni. Úgyhogy igen, én most már én azt gondolom, hogy tényleg átlag életet élek, tényleg van egy gyönyörű családom tök jó életem van teniszezek, futok biciklizek, focizok tényleg mint egy egy átlagember és én már most inkább így tekintek magamra és a munkaterén hol kötöttél ki? csináltam az egyik legjobb barátommal egy autószerviszt és ezt csináljuk már a most hatodik hetedik éve úgyhogy a számításomat úgy megtaláltam benne Úgyhogy az, az, az megy a maga útján. Dolgozni kell egy csomó, de hát az ilyen. Mindig is arról voltál híres, hogy határozott voltál, voltak elképzeléseid, például a jövőt illetően. Most is így éled a mindennapjaidat? Nem mindenképp persze. Mindig én tűzök ki magam elé célokat, hogy azért tartsak valamelyik irányban ne csak sodródjak az ára. Most is vannak ugyanúgy, persze, tervek, meg mit szeretnék elérni az életbe. Annyi, hogy ez már most nem egy aranyérem, vagy egy bajnoki cím, hanem teljesen más. Zászóként sokat beszéltünk édes sapádról, és ez engem az érdekelne, hogy te milyen vagy, mint apa. Van egy már nagy lányod Zsófi, illetve nem olyan régen született Józsika. Milyen az apa szerep? Nehéz egyébként, de én azt gondolom, hogy még nagyon engedékeny vagyok, úgyhogy ezen még egy kicsit Ö, alakítani kell, mert ö, van, hogy a két gyerek bábként használ engem, tehát oda kell figyelni, de hát ugye az ember szeretné a legjobbat a gyerekeknek, ö, de még itt most meg kell találnom az arany középutat, hogy a határozottságba, a szigorúságba, meg engedékenységbe, de hát itt is azért a szülémet próbálom ö, követni, mert én azt gondolom, hogy ők nem Végeztek rossz munkát egyáltalán, egyikünkkel sem. Úgyhogy próbálni abba az irányba menni. Rengeteg minden változott, meg, meg azért a felgyorsult világban azért itt képbe kell lenni, mert ugye TikTok, meg, meg, meg podcast, meg ugye ilyeneket <gül> <gül> csinálunk már most, és a gyerek sokkal jobban tudja, mint én. És itt látszik azért, hogy én is öregszek, mert ö, ö, olyan dolgokat mond a 7 éves gyerekem, hogy rá kell keresnem a Google-ba, hogy mi is ez. Úgyhogy hát ezt még tanulom azért. Na hát akkor nem is kívánhatok más, mint hogy jó tanulást az életben, és, és én szeretném megköszönni azt a sok kellemes, boldog percet, amit nekünk a salakmotó okoztál, és azért ne felejtsd el, hogy nagyon jó salakmotoros voltál. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm. A műsor nem jelentett volna létre a támogatóink nélkül. Köszönet a Stílus Terv nek a Seflán Magyarországnak, a Rorelli Fame Kft-nek, az MPS System Kft-nek.